Kesini Orsós Éva, ha vendégünk, az Életet az Éveknek klubszövetség elnöke, kezét csokolom, jó reggelt kívánok. Reggelt. És azért is köszönöm, hogy nálunk kezdi a reggeljét, mert tudom, hogy utána szétszették az újságírók, és innen már máshova rohan, de nálunk kezdi a reggeljét, és ez jó, mert hogy ott a hír, elvileg nagyon sokaknak lehet öröm, 10 000 forintos Erzsébet utalvány érkezik éppen most a nyugdíjasokhoz. Mit szól hozzá? Hát minden pénz jól jön, hiszen az átlag nyugdíj 120 000 forint, és nagyon sok olyan nyugdíjas van, aki 120 000 forint alatti nyugdíjból él, tehát biztos, hogy minden fillér jól jön, de ahogy pontosan fogalmazott, hogy sokaknak öröm, de bennünket már megkerestek olyanok, akik felajánlották ezt a 10 000 forintos utalványt, és azt kérték, hogy adjuk oda olyanoknak, akik valóban rászorulnak. Mert hogy ezt azért egyébként, mert van valamiféle eltagadhatatlan politikai felhangja egy bizonyos dátum, nevezetesen április 8-a okán, hogy éppen most kellene kiosztani ezt? Tegnap az egyik nyugdíjasunk úgy fogalmazott, hogy egy játszma zajlik, egy olyan játszma, ahol minden szereplő tudja, hogy miről van szó. A nyugdíjasok tulajdonképpen várták, hogy mikor történik meg egy bejelentés, ami valamilyen szempontból kedvező a nyugdíjasok számára, és hát a kormány is nyilvánvalóan készült arra, hogy legyen ilyen bejelentés. De akkor ez azt jelenti, hogy hát hogy mondjam, egyre kevésbé hatnak ezek a bejelentések, mert hogyha egyszer van egy ilyen, akkor oké, de mivel ez egyre gyakoribb, ennek az értéke most már csökken, már nem ennyire hiszik el a nyugdíjasok, hát, hogy mivel, igazán számítanak. Mivel ahogyan említettem, tegnap egy nagyobb megbeszélésen vettem részt, és több nyugdíjassal beszélgettem. Az egyik azt mondta, hogy akkor vennék ezt észre, hogyha mondjuk 50 000 forint érkezett volna, de most az, hogy decemberben megbénult a Magyar Posta, mert hát folyamatosan az Erzsébet utalványokat kézbesítették, és hogy most megint lehet arra számítani, hogy megbénul a Magyar Posta, mert úgy gondolják, hogy egészen biztosan a választások előtt fogják kézbesíteni. Ha már választások, akkor a nyugdíjasok abban is érzékeny szerepben vannak, hogy nyilván vannak pártok, nagyon sokan, sőt valószínűleg minden nagy párt a nyugdíjasokra is fókuszál, ígéret cunami hangzik el, egyik, másik, harmadik, negyedik, most már ezek szerint 40. oldalról is, mert igen, annyi párt van. Igen. Önök ezeket mérlegelik, nézegetik, hogy melyik kormány alatt lenne a nyugdíjasoknak a legjobb? A Nyugdíjasok Országos Képviselete még egy ernyő szervezet, tehát ő alá több szakszervezeti nyugdíjas szervezet, hogy például az Életet az Éveknek Országos Szövetség is tartozik. 4 évvel ezelőtt, és most is, márciusban meghívja a pártok képviselőit, és kérik is, hogy mondják el röviden, hogy milyen intézkedéseik lennének a nyugdíjasok érdekében. Azt látjuk, hogy nagyon sok értelmes, jól átgondolt intézkedés van, és vannak olyanok, amik nem feltétlenül mutatják azt, hogy jól ismerik a magyarországi nyugdíjasok mik érdekét. Azok, amiken igazániból már nyugdíjasok is csak nevetnek és legyintenek? Hát van olyan, amin nem nevetnek, hanem ellenkezőleg, tehát például vannak olyan pártok, amelyek azt jelentették be, hogyha kormányzati pozícióba kerülnek, akkor differenciált nyugdíjemelést fognak alkalmazni, tehát akiknek magasabb a nyugdíjuk, azoknak alacsonyabb mértékben emelik, és értelemszerűen akiknek alacsony a nyugdíjuk, magasabb mértékben. Na most a nyugdíjrendszer az egy biztosítási rendszer, és a biztosítási rendszerben két lényeges dolog van, ki mennyi szolgálati időt teljesített, és kinek milyen járulékfizetése van. Tehát jellemzően, akinek magasabb, az többet tette bele. Magyarán ezt utólag nem szabadna felborítani. Hát utólag nagyon komoly problémát okozna, de ez nem jelenti azt, hogy nincsen szolidaritás a rendszerben. Tehát például 2008-ban is egy nagyon komoly áttekintő munka eredményeképpen az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság szinte minden egyes alacsony nyugdíj történetét megvizsgálta, és akkor születtek olyan döntések, amelyek adtak lehetőséget az alacsonyabb nyugdíjak magasabb mértékben való emelésére, és erre én azt gondolom, hogy ma is lenne a nyugdíjasok körében nyitottság. Segítsen nekem akkor, amikor meghívják a pártok képviselőit, akkor ők elmennek jellemzően, egyedül mennek el, vitáznak, önök rábeszélik-e végre arra őket, hogy egy teremben vitázzanak és érveket ütköztessenek, vagy külön-külön, vagy valaki el sem megy? 4 évvel ezelőtt eljöttek, és jellemzően az első emberek jöttek el, vagy pedig a pártoknak azok a egyébként jól ismert szereplői, akik ennek a szakterületnek voltak az ismerői. Most úgy tudom, hogy március 23-án lesz hasonló esemény, és
a pártok első emberei jelentkeztek egyszerre be. Egyszerre fognak ott lenni? Egyszerre lesznek ott. Na, végre ott. Valamire jönnek. Pártok első, Orbán Viktor ott lesz? Soha nem jött el. 4 évvel ezelőtt sem jött el a Fidesz és a Kereszténydemokrata párt, de a többi párt eljött. Ja, de a többi párt, oké. Okay. Nyilván az életkorból adódóan is a társadalomnak mondjuk úgy, hogy a legbölcsebb része nagy valószínűséggel a nyugdíjas társadalom, de például vannak-e olyan szakemberek, akik segítenek akár nekik, akár nekünk megérteni azt, hogy az ígéret cunamiból mi reális és mi nem, hogy ne menjen el addig a bohózatig, hogy örök élet plusz 2 év meg ingyen sör, mert hát van olyan párt, országos listát állító párt, amelynek ez az ígérete egyébként baromira jól hangzik. Tehát, hogy van-e olyan szakembergárda, aki megérteti, hogy ez miért jó, miért nem jó, és érdeklődnek-e a nyugdíjasok ezért? Én azt látom, hogy a nyugdíjas szervezetek környezetében is vannak ilyen szakemberek, sőt, az életet az éveknek, vagy az említett nyugdíjasok országos képviselete, de más nyugdíjas szervezetek is működtetnek úgynevezett idősek akadémiáját, és ezekre az idősek akadémiájára, megjegyzem, tiszteletdíj nélkül, rendszeresen eljönnek szakértők. Tényleg azt mondom, hogy nem akárkik. Uh-huh. Nem csak nyugdíjszakértő, egészségpolitikusok, a KSH adatok elemzéséhez értő gazdasági szakértők, és azt is látom, hogy a például a Karácsony Gergely környezetében ott vannak olyan szakemberek, akik nagyon komoly felelősséggel vitatkoznak. Ne kövessük el azt a hibát, hogy úgy kezeljük a nyugdíjasokat, mintha csak a saját problémáik érdekelnék őket, mert hogy nyilván ők is benne élnek a társadalomban. Ilyen formán az egészségügy nem csak a saját, egészségügy helyzet nem csak a saját helyzetük miatt érdekli őket, hanem a családjuk miatt, hogy milyen lesz az oktatás, milyen lesz a bérek, ez nyilván mind-mind érdekli őket. Ezt mennyire figyelik, és mi alapján szelektálnak? Nagyon-nagyon fontos, amit mondott, hiszen mi hosszú évek óta azt képviseljük, hogy nem szabad a generációkat, sőt, hát a nyugdíjas csoportokat egymással szembe állítani, hiszen egy társadalomban, egy országban élünk. Minden esetben figyeljük ezt is, sőt, úgy szoktak fogalmazni ezeken a rendezvényeken a nyugdíjasok, hogy nekünk nagyon lényeges, hogy mi történik a gyerekeinkkel és az unokáinkkal. Ugyanakkor óhatatlan az, hogy én nem tudom, hogy például a társadalmi megosztottságot, ahogy a művészetben, sportolókban és sok minden újságírásban pláne érzi az ember a nyugdíjas társadalomban, mekkora a megosztottság, hiszen itt van Fidesz nyugdíjas tagozata, a másik oldalon nyomorgó, éhező nyugdíjasokról hallunk és olvasunk, szóval hogy mekkora a megosztottság? Maga a nyugdíjas társadalom is differenciált, tehát hogyha nem osztanák meg, is differenciált lenne. Persze. De pontosan azáltal, hogy jól érzékelhetően differenciált, mert különböző korú, különböző egészségi állapotú, alacsonyabb keresettel rendelkezőnek, alacsonyabb a nyugdíja, stb. De ami nagyon veszélyes, hogyha erre rájátszunk, és ezzel visszaélünk, és nyugdíjas csoportokat egymással szembeállítunk. Ez egyébként megtörtént az elmúlt időszakban, csak egyetlen példát hadd mondjak. Nyilván tudják, hogy Magyarország Európában egy olyan kivételnek számít, ahol nincs rokkant nyugdíj, rokkant ellátás van, és ugye biztos emlékeznek arra, hogy évekkel ezelőtt a rokkantokat úgy állították be, mint akik csalók. Miközben hát a magyarországi egészségstatisztikákat, ha megnézzük, akkor azért lehet pontosan tudni, hogy nagyon sok beteg ember van. Tehát őértük például nem igazán emelt senki sem szót, miközben nagyon komoly garanciákat veszítettek el azáltal, hogy megszűnt a nyugdíjas státuszuk. 23-a után visszavárjuk, és reméljük, hogy minden párt képviselteti magát az önök fórumán. Kíváncsi Köszönöm vagyok, szépen. Hogy összejön ez a nagy találkozó. Most következik a híradó, utána pedig tényleg nem menjenek sehova, mert mi történik akkor, hogyha egy híres ember, sportoló, művész, zenész beáll egy politikus vagy egy politikai párt mögé? Ezt fogjuk megbeszélni, izgalmas lesz, ígérem.